egyszer csak így megfogalmaztam, amin már itt több hónapja gondolkodom, uh-huh. hogy miért is lettem hauska kozmetikus, holott egész máshonnan indultam. És így összeállt ez a kép, így azon gondolkodva, hogy mi az, hogy a teljes embernek a szépségápolása, meg egyáltalán a szépség. És oda kanyarodok így vissza röviden, hogy nekem így gyerekkoromtól egy nagyon meghatározó élménye volt a, hát egészen így kora, felnőtt kora még az életemnek, hogy én korán ilyen 3,5-4 éves koromban szembesültem azzal, hogy minden elmúlik és meghal, és akkor ebben az anyukám meg is erősített, úgyhogy onnantól valahogy így afelé indultam, hogy hát ez nekem egy nagyon megrázó gondolat volt, és tele félelemmel, főleg így esténként éreztem ezt a belső félelmet, de valahogy ez egy olyan motor volt bennem, ami arra indított, hogy így megtaláljam a választ arra, hogy egyáltalán a halál, mint olyan, az hogy keveredik az életbe bele, és egyáltalán miért élünk, hogyha meghalunk. Tehát, hogy ennek volt egy olyan ellentmondása, amit nem tudtam így feloldani magamban. És akkor így tegnap valahogy azt fogalmaztam meg, hogy vagy ez így egy képpé összeállt, hogy tulajdonképpen bennem egy olyan téves elgondolás volt, ami ezt a félelmet okozta, hogy a halál, az elmúlás az életnek az ellentéte. Tehát, hogyha meghalunk, akkor az életnek vége. És valahogy ez volt az, ami engem így hosszú időn keresztül ilyen szorongással töltött el. És tehát, hogy maga az a belső hozzáállás, ami működött bennem, az valahogy mindig arra irányult, hogy valahogy megakadályozzuk ezt a halál állapotát, hogy ez ne legyen, hanem hogy hogyan lehet mégis az élet felé fordulni. És most így arra jutottam, hogy ez hatalmas energiákat vett el, hogy valami ellen tegyek, vagy azért, hogy valamitől ne féljek. És így ebből a megértésből fakadóan, ami azért itt az elmúlt pár évtized alatt szépen lassan, fokozatosan alakult ki, így erre jutottam, hogy tulajdonképpen a halál az valaminek a lezárása, tehát minden, ami él, és itt kapcsolódnék ahhoz, amit Maria mondott, az megszületik, növekszik, és az elmúlás felé halad, mert ez az élet rendje, tehát ez a természet rendje, és tulajdonképpen egy egészen más megközelítésből akkor azt mondhatom, hogy a halál az élet része. Tehát nem az ellentéte, hanem tulajdonképpen szervesen hozzátartozik. Tehát ha én a halál ellen küzdök, akkor az élet ellen küzdök. Tehát ez egy életellenes cselekedet igazából, míg hát ugye a szándékom az volt, hogy az életet támogató módon éljem az életemet, és valahogy ez egy, tehát hogy azért ez ilyen több időszak alatt alakult ki, vagy változott bennem, de hogy ez egy ilyen nagyon felszabadító érzés volt, hogy tulajdonképpen el kell fogadni, hogy így működünk, és hogy a halál maga is egy újjászületés, egy átalakulás, egy átváltozás valami mássá, de hogy ez az életen belül történik, tehát az élet van.